Kedves hallgatóink, az Akadémiai Kiadó gondozásában hamarosan megjelenik Szegedi Péter debreceni szociológus és sporttörténész új könyve, amelynek címe Az első aranykor. A szerző a múlt héten Budapesten tartott előadást a magyar futballmúlt kevésbé ismert vagy egyenesen elfeledett hőseiről. Most pedig itt köszönhetem a vonalban Szegedi Péter sporttörténészt. Üdvözöllek, Péter! Szervusz, köszöntöm a hallgatókat! Kezdjük talán azzal, hogy miről is szól pontosan a könyved, hogyha ezt előzetesen összefoglalnád számunkra röviden. A könyvem, az első aranykor, az tulajdonképpen egy két évtizedes kutatásaimat foglalja össze, ahol betartom a magyar futball első négy évtizedét, lényegében az aranycsapatig tartó időszakot egészen a kezdetektől fogva. Hozzátenném, hogy ez nem egy klasszikus futballtörténeti munka lesz, hiszen ezek általában úgy nevezném, hogy eseménytörténeti munkák, tehát szorosan a játékra koncentrálnak, az eredményekre koncentrálnak, az egyes nagy mérkőzésekre koncentrálnak, bajnoki végeredményekre, játékosok pályafutására. Az én munkám az egy teljesen más típusú megközelítés szerint fogja bemutatni a magyar labdarúgás első négy évtizedét. Lényegében a kultúrtörténeti, gazdaságtörténeti, társadalomtörténeti vonatkozásairól szól. Tehát magyarán, hogy a futball az hogyan ágyazódott be a társadalmi térbe. Lényegében teljesen mások lesznek a súlypontok ebben a könyvben, mint a megszokott futballtörténeti könyvekben. Nem a mérkőzésekre koncentrálok, hanem a rivalizálásokra koncentrálok, az egyes nagycsapatok társadalmi beágyazottságára koncentrálok, illetve olyan tényezőkre, mint például a profizmus kialakulása, a labdarúgó vándorlás, vagy például az erőszak megjelenése a futballpályákon. Kezdjük akkor talán azzal, hogy említetted, hogy tehát ahogy szociológusként, vagy ötvöződik a szociológusi éned a sporttörténészi éneddel, és tágabb kontextus kap a futball meghonosodása Magyarországon. Most arra kérnélek, hogy vázold nekünk néhány pontban a futball kezdeteit Magyarországon, tehát hogy melyek voltak az első mérföldkövek, amiket te így kiemelnél, hogy hogyan honosodott meg ez a játék a magyar társadalomban? A futball jóval nehezebben honosodott meg Magyarországon, mint Nyugat-Európában. Ugyanakkor sokkal gyorsabban lett népszerű, és sokkal sikeresebb is lett az első 20 év során, vagy 15 év során, mint Nyugat-Európa több országában. Ennek az az oka, hogy hiányzott a közvetítő közeg. Magyarországon nem élt jelentős angol kolónia, hiszen Nyugat-Európában nagyon sok országban a helyi angolok voltak azok, akik bevezették a futballt. Nekik köszönhető, hogy a helyiek is elsajátíthatták ezt a sportágat. Hozták, gondolom, hazulról Angliából a szabályok ismeretét magukkal? Hát önmagában az, hogy labdát vittek magukkal, és így van, tehát a szabályokat is tudták ismertetni, másrészt pedig meg tudták mutatni, hogy hogyan is kell ezt a játékot játszani. Ne felejtsük el, hogy nem, hogy internet nem volt, de tévé sem volt, és semmilyen egyéb közvetítő közeg nem volt, ami egyébként számtalan problémát okozott Magyarországon. Tehát nagyon kezdetleges módon futballoztak, tehát nem csak későn, hanem rosszul. Hogy más ne mondjak, az első futballkönyv, az első sportkönyv, ami a futballal foglalkozott Magyarországon, az 1879-ben jelent meg, és itt rosszul ismertette a szerző a szabályokat, sőt, még a labdát is rosszul írta le, tehát vannak illusztrációk ebben a könyvben, az atlétikai gyakorlatokban, ahol ábrázolják a rögbilabdát és a futballlabdát, de össze van cserélve a két labda, vagy hogy egy még jobb példát mondjak, az egyik futball úttörőként tartjuk számon Szafka Manót, egy budai gimnáziumnak a testnevelő tanárát, aki 1893-ban
hozatott Angliából egy labdát, és lefordított egy szabálykönyvet, ami alapján próbálta megtanítani a diákjait játszani. Ebben az évben egyébként az angol kupadöntőt már 40 ezer ember néző előtt bonyolították le, tehát Angliában egy abszolút népszerű sportág volt. Szafka azonban rosszul fordította elsőként a szabálykönyvet, és a diákjai azok a rossz fordítás miatt csak kézzel üthettek a labdába, a kapus pedig csak lábbal hárított. Innentől kezdve gyorsan kudarcot is vallott a kísérlet, ami után aztán javították a hibát. Ezekben az években viszont már több nyugat-európai, ahol éltek angolok, ott több nyugat-európai országban már bajnokságot is rendeztek. Annak ellenére tehát, hogy akadtak még ilyen mulatságos szabály félreértelmezések is, annak ellenére a magyar foci viszonylag hamar az európai élvonalba került. Ez milyen tényezőknek volt köszönhető? Az első komoly próbálkozás, ami miatt aztán meghonosodott a labdarúgás, az a BTC tornászainak és atlétáinak a csapat létrehozása volt 1897 elején. Ez akkor is lehetett sikeres, mert ez volt az első olyan kísérlet, hogy nem egy középiskolai tanár, vagy nem egy játszadozó baráti társaság próbálkozott a futballal, hanem egy sportegyesület karolta föl a labdarúgást. De önmagában ez persze még nem jelenthette volna azt, vagy nem mondhatjuk, hogy emiatt lett igazán népszerű, és gyorsan népszerű a sportág. Itt elsősorban a osztrák-magyar rivalizálás volt az, illetve egy magyar-cseh-osztrák rivalizálás volt az, ami egy nagyon komoly hajtóerőt jelentett, és nyilván ehhez kellett a földrajzi közelség is. Nem véletlen, hogy Nagy-Britannia volt ugye az első futballcentrum a világon, másodikként pedig két futballcentrum alakult ki egymással párhuzamosan. Az egyik a La Plata folyó torkolatában, tehát Buenos Aires és Montevideo között, ahol szintén ugye nagyon minimális a földrajzi távolság, a másik pedig Közép-Európában, ugye a Budapest-Bécs-Prága tengely volt az, ahol egyrészt adott volt ugye a birodalmi hegemóniáért való versengés, tehát ugye a futballpályákon egy szimbolikus küzdelem is megjelent ennek köszönhetően, másrészt pedig a minimális földrajzi távolságok lehetővé tették azt, hogy először a három városnak a klubcsapatai, aztán a válogatottja is rendszeresen megmérkőzzenek egymással. A szimbolikus jelentést emelted ki, vagy említetted. Olaszországban, Angliában köztudott volt, hogy az adott futballklubok egy-egy társadalmi osztályt képviseltek. Megvolt, hogy melyik például Liverpoolban, melyik a város, melyik csapata a munkásosztály és melyik csapat az arisztokráciája, de ugyanígy megvolt Torinóban, Genovában, Milánóban, és így tovább. Hogyan alakult ez Magyarországon? Tehát hogyan váltak szimbólumokká esetleg, vagy társadalmi rétegek képviselőivé egyes futballklubok? Ez volna az egyik kérdés. A másik pedig az, hogy a BTC-t nevezted meg, mint a futball úttörőjét Magyarországon. De a kérdésem, a másik kérdésem az lenne, hogy melyek voltak az első olyan igazán magyar sikerklubok, melyek számítottak annak? Az első az mindenképpen a BTC volt, ez a csapat nyerte az első két bajnokságot, azonban a klubnak a futballcsapata az viszonylag gyorsan kikerült az élmezőnyből. Ők még nem voltak elkötelezett futballisták, a BTC-en úgynevezett all-round sportemberekre épített, akik többféle sportákban jeleskedtek, ugye, hogy más nem említsek, Hajós Alfredot, aki 1896-ban olimpiai bajnokunk volt, és még a magyar futballválogatottban is bemutatkozott. Utána azonban lényegében két szereplőssé vált a bajnokság. 1903-tól egészen 1930-ig, tehát 27 éven keresztül két csapat hódította el a bajnoki címet. A kezdeti években a Ferencváros volt a sikeresebb, aztán a 10-es évek elején, tulajdonképpen 13-14-től az MTK lett a legsikeresebb, és egyúttal az egyik legnépszerűbb klub egészen a
20-as évek végéig tartotta a két csapatnak a párharca, amikor az Újpest megerősödésével végül is három szereplőssé bővült ez a kör. Az a fajta társadalmi szintű rivalizálás, ami Nyugat-Európában jelen volt, természetesen itt is kialakult. Nem volt egyértelmű, és most sem egyértelmű, de nem lehet egyértelmű meghatározni, hogy mik is voltak ezek a törésvonalak. A kortársak úgy látták, és hát ma is ez gyakorlatilag egy elterjedt toposz, hogy egyfajta zsidó-keresztény vagy zsidó-magyar szimbolikus küzdelem az, ami az FTC és az MTK mérkőzésein megjelent. Azért nem volt egyértelmű, mert a deklaráltan az MTK soha nem volt zsidó sportegyesület, sőt az első elnökeik sem zsidó származásúak voltak, ez egyik része ennek a kérdésnek. A másik pedig az, hogy a Ferencváros válogatott labdarúgóinak közel a 30%-a zsidó volt a 10-es és a 20-as években. Ezért fontos, hogy megkülönböztessük a társadalmi beágyazottságot, illetve a jelentéstartalmakat, hiszen a beágyazottság szerint ugyan nem beszélhetünk zsidó és keresztény klubokról, de a drukkerek szemében ez lényegében így jelent meg. Illetve kicsit bonyolultabb volt ennél a kérdés, hiszen az MTK-t nem is egyértelműen zsidó klubnak lehetett nevezni, hangsúlyozom, hogy nem beágyazottságról, hanem jelentéstartalmakról van szó, hanem egy nagyvárosi polgári klubnak, a Ferencváros pedig inkább egy ilyen külvárosi plebejus egyesület volt, amelyik ezáltal tudott nagyon nagy tömegek számára azonosulási lehetőséget nyújtani. És az 1920-as, 30-as években európai összevetésben hol kell elképzelnünk a Ferencváros vagy akár az MTK helyét? Én a 10-es évekre kanyarodnék vissza, mert úgy gondolom, hogy az volt tulajdonképpen az igazi első aranykor a magyar futballban, hogyha legalábbis a válogatott meccseit tekintjük, akkor ott a válogatott a mérkőzéseinek a megszerezhető pontjainak kb. 70-75%-át begyűjtötte. A 20-as évekre aztán valamelyest meggyengült a magyar futball, köszönhetően annak, hogy nagyon sok játékos elhagyta az országot. Az MTK ennek ellenére még nagyon erős volt, tehát például egy osztrák szakíró írta azt a 20-as évek elején, hogy három nagy klub van Európában, az MTK, a Barcelona és a Sparta Praha. MTK, Barcelona, Sparta, hát ez nagyon jól hangzik. Még azt, mert említetted azt, hogy nagyon sok futballista a 20-as években elhagyta Magyarországot. Tehát, hogy ez már akkor is így működött, hogy léteztek az európai fociban úgynevezett centrumországok, amelyek így elszipkázták az összes. Tehát, mint ahogy ma vannak a topligák, amelyek begyűjtik a tehetségeket. Ez így működött régen is, hogy mindenki nyugatra tartotta, aki egy kicsit is tehetséges volt? Hasonló volt a működés, azért nem egészen, ugyanis manapság gazdaságilag is hatalmas a szakadék Magyarország és a magyar és a nyugat-európai futball között, de szakmailag is. A 20-as években azért nem erről volt szó. Szakmailag Magyarország mindenképpen az élmezőnybe tartozott, viszont a gazdasági lehetőségei nagyon szolidak voltak a kluboknak. Így aztán az FTC és az MTK, illetve később az Újpest volt az, amelyik a legjobb játékosait meg tudta tartani, meg tudta fizetni. A kisebb klubok azonban, a kisebb klubok jó játékosai azonban tömegesen szerződtek az ekkor feltörő és jóval jobb anyagi helyzetben lévő nyugati klubokhoz, míg a három nagy csapattól inkább csak azok a játékosok mentek el, akik nem jutottak állandó szereplési lehetőséghez. Azt, hogy az 50-es, 60-as években a spanyol bajnokság legerősebb csapatainak magyar futballsztárjai voltak. Gondolok arra, hogy a Barcelonában Kubala, a Real Madridban pedig Puskás mekkora ikonnak számított. Az viszonylag közismert. De korábban is volt a Barcelonának magyar futballsztárja, méghozzá egy kapus, akit kevesen ismernek. Róla mit lehet tudni Platkó Ferencről? Platkó Ferencről
Ferenc egyike volt a nagy vándoroknak. A Vasasban kezdett, aztán megfordult több klubban, védett a Sparta Prahában is, Pozsonyban is játszott, az MTK-ban is játszott, aztán amikor 1923 végén Pozsonyi Imre lett a Barcelona edzője, ugye mai szemmel nézve már önmagában ez egy hihetetlen történet, hogy egy magyar edzője lett a Barcelonának, a világhírű kapusuk Ricardo Zamora pedig elhagyta a klubot, akkor kapust kerestek a katalánok, és minden bizony a Pozsonyi Imre ajánlására került oda Platko edzőnek, kapusnak, és hát közel 6 éven keresztül védte a Barcelona kapuját, spanyol bajnok is lett, és hát igazi legenda lett, egy spanyol költő Rafael Alberti még az egyik nagy meccse után még egy ódát is írt Platkóhoz. Egy verset, amelynek a magyar fordítása olvasható, vagy fellelhető az interneten, és most csak rémlik, de azt hiszem, hogy Somjó György fordította. Te főként az 1945 előtti magyar futballal foglalkozol, vagy ez az egyik fő szakterületed. Mivel magyarázható szerinted az, hogy az 1938-as világbajnoki ezüstérem az a magyar futballtársadalom kollektív emlékezetében kevésbé tűnik fontosnak, vagy rangosnak, mint aztán az 1954-es VB ezüst. Tehát, hogy a Puskásékat mindenki felsorolja a csapatösszeállítást, a 38-as világbajnoki döntőben játszó magyar válogatott már sokkal kevésbé van jelen a köztudatban. Miért? Elsősorban én azt gondolom, hogy ennek az az oka, hogy Puskásék azért nagyon magasra tették a mércét. Tehát az egy igaz, hogy a könyvemben is ugye az első aranykorról írok, és ez tényleg így is volt, hiszen európai összevetésben egy futballhatalom volt Magyarország évtizedeken keresztül. Az aranycsapat ugyanakkor lényegében egy verhetetlen válogatott volt, ami azért a 20-as, 30-as évek válogatottjáról és klubcsapatairól nem mondható el. Tehát ugye a magyar válogatottat a 40-es évek végétől az 50-es évek közepéig egyszer-egyszer tudta csak egy-egy válogatott megverni. A 30-as években azonban például a 38-as világbajnokságon az az ezüstérem, az viszont egy kiugró sikernek mondható, amit az olaszok mögött megszereztünk. Még az 54-es VB ezüstünk pedig egy hatalmas kudarc volt. Tehát nem véletlen egyébként a két válogatottnak a fogadtatása. Ugye 54-ben a magyar válogatottat már korábban leszállították a vonatról, mert féltek attól, hogy atrocitások érik, hogyha beérkeznek Budapestre. Ezzel szemben a 38-as világbajnoki ezüstöt szerző csapatot nagy tömeg várta a keleti pályaudvaron, és egyedül a szövetségi kapitány fütyülték ki. A szurkolók. Időnk most jár le, még annyit megkérdeznék, hogy a könyvhéten már kapható lesz-e a könyved? A könyv az tulajdonképpen a labdarúgó EB-re lesz időzítve, tehát május végén, vagy június elején lesz majd elérhető. A könyvhét is azon a hétvégén lesz Budapesten, amikor az EB indul. Kedves hallgatóink, Szegedi Péter sporttörténésszel beszélgettem az előző percekben. A június elejé könyvhéten önök is megvehetik az első Aranykor című könyvét. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál. Én köszönöm a lehetőséget.